Itt jártam több két hete, éjszaka. Bevásztam a kerítésen. A gárdonyi nyomozóknak helyszíni kihallgatás során vallott a gyanúsított. A feltételezett elkövető elmondása szerint több nyaralóba is betört a Velencei tópartján, és számos réscsövet lopott el. Kivágták a drótkerítést, mert ott is leszerelték a külső csapot. Az egyik sértett azt mutatja, hogy a betörő szétvágta a szomszéd kerítését, és úgy jutott be a telekre, ahonnan a kerti csap és a locsoló réz alkatrészeit szerelte le, majd vitte el. Ebbe a házba az elkövető nem jutott be. Itt szerelte le a locsolómérőt, egy külszíni locsolómérőt, ami természetesen réz volt, mert úgy tűnik, hogy ez érdekelte őt nagyon. És utána pedig innen a kerti csapról is, úgy szintén a másik kerti csapról is leszerelte. A gyanúsítottat azután fogták el a gárdonyi kapitányság bűnügyi osztályának munkatársai, miután az ellopott tárgyakat a helyi színes fémtelepre vitte. A férfi a rendőröknek eddig 19 betörést ismert be. A gárdonyi rendőrkapitányság nyomozóinak ez idáig még nem sikerült az összes sértettet beazonosítani, tekintettel arra, hogy volt olyan bűncselekményhelyszín, amit ugyan a gyanúsított beismert, de ez idáig a sértettek még nem tettek feljelentést az ő sérelmükre elkövetett bűncselekmények vonatkozásában. A fürdőszobai felszerelésekre szakosodott betörő valószínűleg tavaly decemberben kezdte ilyen irányú tevékenységét Agárdon és Velencén. A gyanúsítottat a bíróság 30 napra előzetes letartóztatásba helyezte.